Ezek a fenyőfák arra várnak, hogy december 24-én feldíszítve álljanak egy család nappaliában. Idén lesz 20. éve, hogy az első fát elültettük ilyen céllal, úgyhogy azóta is egyre több ültetvényt hozunk létre. Először 1700 négyzetméteren kezdtük, így a hátsó kertben, és most már több mint 6 hektárnyi ültetvényünk van. Úgyhogy gyakorlatilag a következő 20 évre is el tudjuk látni a vásárlóinkat. Magyarországon sokáig a már legolcsóbbnak számító lucfenyők voltak a legkelendőbbek. Az elmúlt években viszont jelentősen megváltoztak a fogyasztók igényei, ezt mondja a bonyhádi őstermelő. Kezdetben inkább luc meg ezüstfenyővel foglalkoztunk, de az utóbbi években nagyon divatba jött a normann fenyő. Nagyon sokan szeretik, mert ugye kevésbé hullatja a levelét, meg frissebb, illetve nem szúr a tűlevél, tehát Zalában vásároltunk ültetvényeket, mert ott sokkal nagyobb a páratartalom, illetve a csapadék, emiatt a normann fenyőket, azokat az alai ültetvényekről szoktuk úgymond saját magunknak ide szállítani. Évközben attól függetlenül rengeteg vele a munka, tehát sokan azt gondolják, hogy a fenyőt azt csak így elültetjük, aztán 10 év múlva kivágom. Hát az sajnos nem így van, tehát nyilván közte a sorokat gondozni kell, gazolni kell, főleg amik picike, amikor nagyobb, akkor is már azért ezek a futógazok felfutnak rá, tehát ezt folyamatosan gyéríteni kell gyakorlatilag. Mi próbálunk mindent így családon belül megoldani, például a meccési munkákat, tehát a mai fenyőfák, amiket látunk az árusoknál, azok gyakorlatilag mind meccet fenyők, tehát azért van ez a szép háromszög alakú formája, illetve azért ilyen tömöttek az ágak, ilyen sűrűek, stb., tehát nekünk évközben többször metszeni kell őket. A hírek szerint a koronavírus járvány a fenyőfaárakra is rányomja a bélyegét. Az ország több részén emelkedni fog ugyanis ezeknek a termékeknek az ára a szakértők szerint. Azért, mert a termelők nem találnak alkalmi munkásokat, akik vállalják a fák eladását. A bonyhádi őstermelő azt mondja, rájuk nem vonatkozik ez, hiszen családi vállalkozást üzemeltetnek. Ők nem terveznek áremelést. Nem tudom, hogy mások milyen árakkal fognak kiállni idén. Persze elképzelhető, hogy a válság miatt magasabbak lesznek az árak, nálunk biztos, hogy nem. Tehát mi szeretnénk tartani, mert tudjuk, hogy sokan nem engedhetik meg maguknak. De most már az utóbbi időben azt mondhatjuk, hogy ilyen 7-800 darabot adunk el egy évben. Mi nem vagyunk nagy termelők, szerintem talán azért különleges, mert a legtöbb termelő az Zala megyében van, ugye, illetve Somogyban, vagy ott a környéken, és akik itt Tolna megyében árulnak fenyőt, azok szerintem nagy részt onnan hozzák, tehát inkább kereskedők, úgymond, vagy viszonteladók. Mi viszont termelőként vagyunk itt, tehát mi csak annyit vágunk ki, és csak annyit termelünk, amennyit mi saját magunk el tudunk adni háznál, illetve itt kint, ezen a ladományi birtokon. Nagy divatja lett mostanában a földlabdás karácsonyfáknak is. Ez is szerepel a családi vállalkozás repertoárján. Az őstermelő elmesélte, miért érdemes választani. Sok munka van vele, ugyan, mert hát egy elég nagy földlabdát kell kiásni, ami iszonyatosan nehéz. Tehát még hogyha ilyen kis 20 literes vödörbe próbáljuk berakni, akkor is nagyon nagy súlya van, és az emberek utána szoktak szenvedni, hogy hogy rakják be a kocsijukba, stb. Illetve nekünk is ez ilyen 2-3 emberes történet, egy ilyen fát kiásni, körbeásni és belerakni valamibe, de szeretjük ettől függetlenül, mert vannak sokan, akik minden évbe visznek tőlünk, és mindig a kertjükbe elültetik szépen sorba, és van olyan bácsi például Bonyhádon, akinek az összes megmaradt, és azóta is így mutogatja őket így szép sorjában. Úgyhogy nagyon ajánlom, hogy tök jó lenne, hogyha többen vennének földlabdás fenyőt, viszont ne vegyenek nagyot. Az szokott lenni ezzel a fő probléma, hogy ugye azt szeretnék, hogy földlabdás is legyen, meg nagy is legyen. Hát ez sajnos a természet úgy működik, hogy minél nagyobb, annál nagyobb a gyökere is, és hogyha nagyon pici gyökérre lássuk ki, akkor nem biztos, hogy meg fog maradni. Nagyjal meg nem lehet, mert különben markolóval kéne elszállítani. Szóval aki ilyen kompromisszumot szeretne kötni, ennek tényleg ajánlom, hogy maximum 1-20 méretig vegyen földlabdás fenyőt, mert az jó eséllyel meg is fog maradni utána. Akik hozzánk jönnek, ők mind meggyőződésesen élő fenyőt vásárolnak, vagy az illata miatt, vagy azért, mert környezetvédelmi szempontból úgy gondolják, hogy ez sokkal fenntarthatóbb, ami egyébként így is van, tehát sokan óckodnak attól, hogy most mi fákat vágunk ki, vagy erdőt írtunk, hát ez azért nem úgy van, mint régen a mesekönyvben, hogy apuka kimegy, és akkor az erdőből kivág valamilyen fát, és hazahúzzák a szánkójukon. Tehát ezek konkrétan e célból létrehozott ültetvények, ugyanúgy, mint egy káposzta, vagy egy bármilyen másik úgymond zöldség.
Nálunk még annyi pluszban van, hogy ahol mi ilyen ültetvényt létesítünk, ott mi nem szoktunk soha talra vágni a végén, tehát mi nekünk igazából ez a célunk az az, hogy egy erdőt hozzunk létre. Itt is látható a háttérben, hogy nem csak fenyők vannak, hanem vegyesen vannak különböző fák ültetve, mindenféle különleges fenyők is, illetve ilyen parkfák, tehát a bükk, platán, mocsárciprus, cédrus, rengetegféle fenyünk, illetve más fánk is van, és a végén gyakorlatilag ami túl sűrű, vagy amik összenőnek, azokat a fenyőket szoktuk közüle kivágni, tehát nálunk a végén mindig egy erdő marad meg, úgymond.